Egymást érik az óriás plakátok Kecskeméten. Aki az 52-es úton érkezik a városba, ezt a plakáterdőt látja először. Most éppen lombszívót és lakásokat hirdetnek rajtuk, nyáron úszógumit és strandlabdát szoktak, kampányidőszakban pedig politikai hirdetéseket. Kérem, szavazzanak! Arról már nyáron döntött az országgyűlés kormánypárti többsége, hogy óriás plakáton pártok ezentúl csak a tavalyi listaáron, azaz a korábbinál sokkal drágában hirdethetnek. Ugyanez a törvény ugyanakkor azt is előírta, minden önkormányzat októberig változtasson a helyi reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló rendeletén. Nem csak óriás plakátok vannak ugyanis országszerte, kisebb köztéri hirdetési felületek is találhatók minden városban, buszmegállókban, felújítás alatt álló épületeken, hirdetőoszlopokon, lakóházakon. Az együtt most attól tart, az ömében fideszes önkormányzatok úgy változtatnak a helyi szabályokon, hogy ezeket az ellenzéki pártok ne tudják igénybe venni, így szinte kizárólag óriás plakátokon hirdethetnek majd drágán. Aki tisztességesen szeretne ellenzéki pártként ma közterületi hirdetést jövő évre a plakátkampány idejére lefoglalni, az 1-2-3 óriás plakát céghez tud menni, ez körülbelül a piacnak nem több mint 40%-a, inkább kevesebb és folyamatosan csökken. Kecskeméten például megtiltották, hogy bárki az épületek homlokzatán reklámozzon, Óbudán adót vetnének ki a reklámokra, a 11. kerületből a hirdető autókat tiltják ki. Rákérdeztünk erre a kormánynál, de válaszukban csak azt írták, idézem, a törvények betartásával mindenki elhelyezhet óriás plakátokat. Nem a mostani az első olyan változás 2010 óta, amely megnehezíti a politikai pártoknak, hogy közvetlenül juttathassák el üzeneteiket a választóknak. Amellett, hogy közterületen is nehezebb hirdetni, sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak például a tévés politikai hirdetésekre, miközben a média jelentős része kormányközeli vállalkozók kezébe került. Megszűnt például a Népszabadság, miközben a vidéki lapok jelentős részét Mészáros Lőrinc vagy Endi Vajna érdekeltségei vásárolták fel. A TV2 is Endi Vajnáé lett, az Origó Matolcsi György fiának, Matolcsi Ádámnak a cégéi. A vidéki rádiós piacot szintén Endi Vajna rádiója, a Rádió 1 tarolta le. Ezekben a médiumokban folyamatosan hirdet a kormány. A televíziók ma már csak kampányidőszakban sugározhatnak politikai hirdetéseket, minden kampány előtt dönthetnek, vagy nem tesznek közé politikai hirdetést, vagy ha igen, akkor azért pénzt nem kérhetnek a pártoktól, és minden országos listát állító pártnak biztosítaniuk kell a reklámozás lehetőségét.